14 napi rendi pontot tárgyalt Dombóvárváros önkormányzatának képviselőtestülete legutóbb, az ülésgerincét a 2023-as év költségvetése adta, mondta el a város polgármestere. Az idei évben is az egyensúlyra törekednek. A kormányzati támogatás menet közben a rezsi csökkentésre megérkezett, és ami ennél sokkal nagyobb öröm számomra, hogy azok az intézkedések, amelyek tavaly hoztunk, nyilván mindenkit arra ösztökéltek, és ebben partner volt civil sportszervezet és intézményeink is, hogy azt a költségvetési görbét, amely meg lett számukra határozva, nem lépik túl. A helyzet hatékony kezelése azt eredményezte, hogy a korábban kilátásba került korlátozás, ami a közvilágítást érintette volna, szükségtelenné vált. Ezzel a témával az idei évben nem kíván már foglalkozni a testület. A 2023-ban saját forrást igénylő beruházásokhoz is megvannak a szükséges összegek. Emellett a sportkeretet 40 millió forintról 50 millió forintra sikerült felemelni, ezt az összeget osztják szét az egyesületek között. A képviselőtestület egy terület eladásáról is döntött az ülés alkalmával. A tulajdonviszonyokat már régóta szerették volna rendezni. Ez a helyi építési szabályzatunkat módosítani kellett, és nyilván miután a testület nem zárt ülésen tárgyalta, honlapunkon fel van töltve, semmiféle üzleti titkot nem árulok el, hogyha elmondom, hogy a 200 négyzetméteres területet a mobil szolgáltatónak 14,5 millió forintért kívánjuk értékesíteni. Az ülésen született testületi döntés értelmében az adásvétel a közeljövőben meg is fog születni, amellyel az ellenzék nem értett egyet. A valamikori szeméttelep szomszédságában álló mobiltelefon átjátszó toronynak a területi bérleti díját megszüntetik, és az azt bérlő szervezetnek értékesítik. Ez szerintem a vagyonnak a felélése sajnos. Dombóváron a tervek szerint márciusban ülésezik legközelebb a képviselőtestület.